Nagyon szépen köszönöm a bemutatást. Nézegettem sokáig ezt a szőnyeget, hogy melyik részére álljak, melyik lesz jó hely, hogy most Magyarország közelébe, Olaszország közelébe hol kéne hálózatot építeni. Aztán rengeteg fotót láttam erről a helyszínről, és ilyen jajzöld színe volt, és azt se tudtam, hogy miről szól, de legalább most már rá tudok állni. Nem tudom, hogy te, aki új vagy itt, miért jöttél ide, milyen céllal jöttél ide. Én nekem a Miki azt mesélte, hogy arról kéne beszélnem, hogy a dagály minden hajót felemel, tehát ha az angolokat emelte, akkor valószínű emelni fog bennünket is. De hogy te, személy szerint te, mit keresel itt, és miért vagy itt? És főleg az újakhoz szeretnék beszélni. Amit hallottál itt a felvezetésben, tehát most lesz október végén, 18 éve, hogy itt vagyok a rendszerbe. Ez 18 év kőkemény tapasztalás. 18 év abból, hogy az embert érték negatív és pozitív dolgok is. Amikor negatív dolog érte, akkor főleg azt mondjuk, hogy akkor tanulunk. Viszont amikor sír, zokogsz, és főleg ezt úgy teszed, hogy mások ne lássák, mert te alapjába véve egy erős nő vagy, és neked azt kell mutatni, mert a csapat akkor tud beléd kapaszkodni, hogyha te erős vagy. És hát azon gondolkodtam, hogy itt az előző órákban annyi mindenről szó volt, és annyi mindent próbáltak a fejedbe tölteni, és ha te most vagy itt először, akkor fogalmad sincs arról, hogy mi az, hogy igő, fogalmad sincs arról, hogy egyáltalán mi az, hogy menedzser, és egyáltalán mennyit lehet ezzel keresni. De hogy most neked egyetlen egy feladatod van, nyisd ki a lelkedet, nyisd ki a szívedet, és próbáld meg beleképzelni magad abba a helyzetbe, hogy itt állsz a színpadon, és próbáld segíteni más embereknek. Én nagyon sokat gondolkodtam azon lefelé jövet is, és próbáltam teletölteni ilyen vezetőképző anyagokkal a fejemet, és akit hoztam le magammal, a Katit, mondtam neki, hogy figyelj, nem beszélgetünk, én nekem most így agyban egy kicsit föl kell készülnem arra, hogy mit fogok mondani, de hát már mindent elmondtak. Tehát átíródott a történelem, most neked teljesen másról fogok beszélni, mint amit még tegnap este elterveztem, és csak én 4 órát dolgoztam azon, hogy ezt a szlájdot megcsináljam, de nem azt fogom mondani, mint amit eredetileg gondoltam. Tudod miért? Mert te is más vagy itt, és én neked szeretnék beszélni, és én hozzád szeretnék olyan mondatokat tűzni, vagy neked szeretnék olyan mondatokat mondani, ami neked egy kis bogarat elindít a kis szívedben és az agyadban. És az a célom, hogy elérjek hozzád. Ha csak egyetlen egy mondattal, ha csak egyetlen egy szóval, de valahogy megfogjalak, és itt tartsalak, és megszeretgetselek itt az üzletben. Nézzük akkor a szlájdot. Többen a vezetők közül tudjátok, hogy tavaly elértem az IGÜ, Soaring IGÜ menedzseri szintet. És meg kell mondjam neked, rengeteget dolgoztam azon, hogy tavaly is meglegyen. Megcsináltam decemberig. Tudod, Marika, ahogy mondtad, decemberig csináljuk meg a saját oldalunkat, és utána majd foglalkozzunk a csapattal. Most ez egy kicsit kevés idő volt a csapatra. Az azt jelentette, hogy januártól 3-4 hónap volt arra, hogy a harmadik lábon is, hogy a harmadik csoport is meglegyen IGÜ. És hát nem lett meg. Szerinted elkeseredtem? Na-na! 2 napig sírtam, aztán úgy gondoltam, hogy oké, akkor most újra tervezzük az életünket. Most újra tervezzük azt, hogy hogyan lesz meg ebben az évben. Rajta vagyok, megvan az első 8%-os láb, megvan, hogy melyik lábon ki lesz meg IGÜ, és a gyengélkedő lábbal már egy fél éve együtt dolgozom. Én bízom ezekben az emberekben, és tudom, hogy ők képesek rá. Van egy dolog, amin úgy elgondolkodtam, hogy azzal a motorral, azzal a fajta hozzáállással, ami 2 évvel ezelőtt megvolt, azzal a fajta hozzáállással most nem lesz meg. Tehát egy új motor kell, egy új agykapcsoló kell,
hogy elkezdjem összerakni a saját életemet és a saját gondolkodásmódomat az új égőre. És ha te most vagy itt először, akkor tedd félre az eddigi gondolataidat, és fogd meg a szponzorodnak a kezét, és hajd, hogy ő töltsön bele újabb és újabb és újabb gondolatokat a fejedbe. Hiszen csak akkor tudsz irányba lenni, és csak akkor tudsz tovább gondolkodni vele együtt. Nem tudom, mennyit nézel tévét, de az nem fogja megadni a te sódat, ami ehhez az üzlethez kell. Szeretnék nektek mondani egy statisztikát, nem tudom, mennyire ismeritek, hogy általában az emberek elég sok televíziót néznek. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy ül egy dobozba, néz egy dobozt, és vár egy dobozra. Az átlag ember átlagosan napi szinten 300 percet néz televíziót. Az átlag ember. Hogyha a gyerekekre megnézed, akkor 4-től 17 évig 209 perc, nem tudom, hogy jött ki ez a 9-es a végén, de kijött. A 18-tól 49 évig 251 perc, és 50 év fölött 390 percet néznek az emberek televíziót. Nekem Németországban dolgozik a lányom, ott lakik, és ott például utazásreklámok mennek, mert hogy az fogy a legjobban. Magyarországon gyógyszerreklámok mennek, mert az fogy a legjobban. De hogy amit ott beléd töltenek, amit a kis tudatodba és tudatalattidba betöltenek, azt te napi szinten meg fogod élni. Néztétek-e már azt, hogy Facebookon rendszeresen följönnek ilyen kis tüneményes tesztek? Nem tudom, mennyire ismered őket. És elkezdik az emberek nagyon gyorsan nézni ezeket a teszteket, és elkezdik ezeket a teszteket kitöltögetni. A teszt arról szól, hogy három lehetőséged van, igen, nem, talán. És ezekből a Facebook tesztekből, nem tudom ki az, aki én már egyet kitöltöttem, megmondom becsülettel, csak úgy kíváncsiságból, hogy mivel hülyítik el az embereket. Például ilyenek, hogy mit szeretnek benned az emberek? Hát tök gáz, ha nem tudod. Kivel fogsz összeházasodni? Hát, miért irigyelnek téged? Hát nem érdekel. Ki kerget téged őrületbe? Na, az meg pláne nem érdekel. Vagy például, milyen vagy az ágyban? Hát szóval, és tudod, ezeket a teszteket az emberek elkezdik töltögetni, és nem tudom, te szoktál-e ilyet tölteni, de hogyha lehet, akkor úgy nem szeretnék ezzel napi szinten foglalkozni, hogyha egy munkatársról van szó. Figyelj, nagyon sok esetben az én munkatársaim töltögetik ki, és akkor megjelenik a Facebookon, hogy ő milyen az ágyban. Figyelj, neked vannak remek vezetőid. Biztos, hogy nem azzal foglalkoznak, hogy mi megy a televízióban, hogy éppen a Facebookot nem üzletre használja, hanem egyéb másra. Úgy időtöltésre. Tudod, az úgy elrepül. Úgy kicsúszik a talaj az ember lába alól, ha nem konkrétan tervezi meg az életét. Miki, van tévéd? Biztos van, de biztos, hogy előfizetésed nincs. Minek neki? Hát mert minek? Mert hogy minek fizetne érte? Mert hogy tudod, pénzügyi intelligencia. Azt hiszem, a Marika beszélt róla. Tehát, hogy arra fizess be például az FLP 360-ra, ami segíti a te munkádat, amiben például rengeteg olyan élmény van, üzleti élmény, amit hasznosítani tudsz az életedre is, a családod életére is, és az üzleted életére is. Aztán nézzük meg, hogy vannak a hagyományok és az újítások. Egy vezetőnek, vagy egy munkatársnak is meg kell nézni, hogy a hagyományokat mennyire őrzik. Nézd, vannak hagyományok ebben az üzletben is, de valószínű, hogy az újításokat pont ugyanúgy tudod használni, mint ahogy a hagyományokat. Nézd meg, hogy az FLP ciklus az egy hagyomány. Online vagy offline? Ezt te döntöd el? És tudod, én mindig azt mondom, hogy keresd az egyensúlyt. Az egyensúlyban ott lesz az, hogy online és offline. És tudod, saját magadnak kell ezt kidolgozni. Ezt nem fogja tudni megmondani a szponzorod, hogy hol lesz a te egyensúlyod. Lehet, hogy az egyikből 60%-ot használsz, a másikból meg 40-et.
de ezt tapasztalt ki saját magadnak. Aztán mitől leszel te győztes? Mitől leszel több, mint az átlag? Vagy mitől leszel átlag feletti? Hát attól, hogy elkezdesz olyan anyagokat hallgatni, nem tudom, mennyire ismeritek a Kevin Trudeau anyagokat, én ezeket használom agytakarításra. Tudod, erre a porszívózásra, amiről a Marika beszélt. Reggel az az első, hogy elindítok egy anyagot, azt végighallgatom, és hogyha lehet, újra elindítom, és közben mosakszom, fogat mosok, és közben megy háttérzajként, ugyanúgy, mint ahogy a nyelvtanulás is tud menni háttérzajként. És bekúszik a fejedbe a tudás. Bekúszik úgy, hogy észre se veszed. És utána 2 hónap múlva, 3 hónap múlva megnyomom a köldöködet, és mondod azokat az információkat, amiket mondanod kell. Agymosás? Lehet. De tudod, inkább én mossam ki a saját agyamat az én információim szerint, mint a televízió tegye meg ugyanezt. Aztán lendület. A lendület mennyire használod ki? Anglia. Itt van Anglia. Anglia példát mutat. De tudod, volt időszak, amikor Magyarország mutatott példát. És tudod, volt időszak, amikor a Vágási Arankának 360 non-menedzseri pontja volt. Nekem is volt 250. És tudod, lehet, hogy kevesebbet beszéltünk róla, de akkor is ott volt. Még emlékszem rá, Lakitelken kaptam egy ilyen kis autót érte. Ilyen gyertyaautót, vagy nem tudom. És hogy nem kisebb dolog az akkor elvégzett munka, mint a mostani elvégzett munka. Figyelj, a magyarok 18 éve hálózatot építenek. Nem eladnak, hanem hálózatot építenek. És én büszke vagyok rátok, és büszke vagyok saját magamra, és büszke vagyok a saját csoportomra, mert tudatosan teszi oda a szívét, lelkét mindenki, minden egyes vezető, minden egyes képpontos a csoportomba. De tudom, ha te itt vagy, akkor az azt jelenti, hogy te tiszteled saját magadat annyira, a Mikit tiszteled annyira, a vezetőidet tiszteled annyira, hogy itt vagy, és töltődesz, és megkapod a saját akkumulátorodat, ami egy hétig el fog tartani, de utána lemerül. És utána, mint vezető, mint nem hálózatépítő vezető, hanem mint a saját életed vezetője, elkezded magad megtanulni, feltölteni. Aztán ezért meg felelősséget válasz. Hogyan töltöd fel magad? Figyelj, én is vagyok lent, meg én is vagyok fent. Az utóbbi 2 hétben lent voltam, de senki nem látta, hogy én lent vagyok. Én nagyon dühös voltam, amikor hazajöttek az ígülök. Tudod miért? Mert nem lehettem ott. Azt mondta a Miki, figyelj, 3-szor fogsz belehalni, hogy nem lett meg az ígülöd. Nem értettem. Akkor még nem értettem, de utána megértettem. Első, amikor nem lett meg, második, amikor kiutaztak a többiek, harmadik, amikor hazajöttek ekkora élményekkel. Igen, beledöglöttem. Tudod miért? Mert ott akartam lenni, és azt az információt, amit hazahoztak, nem tudtam helyre rakni. Nem éreztem azt az energiát, amit ők ott megkaptak. Dühös voltam, és azért voltam dühös, mert nem értettem. Összeszedtem a jegyzeteket, nekiültem 2 este, elkezdtem Hermann Tecásra átfordítani a jegyzeteket, és utána másnap reggelre kivilágosodott. És onnantól kezdve fölébredtem, és tudtam, hogy mi a feladatom, és tudtam, hogy mit kell csinálnom. És tudod, amikor te ezeket az információkat összerakod saját magadnak, amikor én összerakom, akkor Tecás lesz, ha a Juli összerakja, akkor Julis lesz, ha az Évi összerakja, akkor Év is lesz. És benne lesz a saját egyéniséged. És ebből az egészből ne hagyd ki a saját egyéniségedet, mert te vagy a legfontosabb. És lemásolhatod a Mikit, de a Miki az Miki lesz. A Renáta az Renáta lesz, a Józsi az Józsi lesz, és sorolhatnám a vezetőket. És tudod, amikor a révészedit itt áll, és ezt a fajta laza révészeditet én nagyon ritkán láthatom, imádtalak. Ezt a sikernapon nem lehet így elmondani. De hogy kaptál belőle energiát és tudást és minden egyebet, ami szükséges ahhoz, hogy te az illóolajokkal most már barátságba légy. Tudod, nézem, hogy mitől lesz dagály Magyarországon. Mitől tudjuk hazahozni az angliai dagályt? Mitől leszünk mások?
bár nem voltam ott, de tudom, most már tudom, mert lefordítottam saját magamnak, és ebből próbálok neked egy picit átadni. Amikor a technikát nézed, biztos vagyok benne, hogy tisztában vagy azzal, hogy mi az FLP ciklus. Az FLP ciklusban az első pont az te vagy. Az első pont a te álmod, a te célod, a te gondolkodásmódod. Szóval te világért se szedd ki ebből az üzletből magadat. Az FLP ciklus az a terület, ahol együttműködsz napi szinten a szponzoroddal. Amikor online elkezdesz dolgozni, nem értettem, hogy kell online dolgozni, hogy tudok én ebből kamatoztatni. És rájöttem, baromira egyszerű. Megcsinálom a saját Facebook oldalamat, mosolygok a fotókon, folyamatosan riportolok, hogy mit csinálok én. Kérdezzétek meg a Hainné Marcsit, már kint volt rögtön reggel a Facebook oldalamon, hogy én itt vagyok. Ja, és FLP termékekkel volt lefotózva a kép. És nem tudom, hányan lájkolták, most legutóbb néztem, 150, nem tudom, valahányan. És tudod, hogy ebben mi a munkám? Fölrakom, és elkezdem holnap kikeresni, hogy kik azok, akik nem foreverösök. Marha egyszerű, de hogy így velük meg fölveszem a kapcsolatot. Facebooknak köszönhetően megtaláltam az egyik olyan ismerősömet, akivel együtt dolgoztunk a baleseti sebészeten. Most már 8%-os. Én nagyon boldog vagyok, és hálás vagyok azért, hogy most itt beszélhetek előttetek, pedig nem voltam ígül. Jó, egyszer voltam. És az ígülökhöz fölemelt a Miki, és nagyon köszönöm neki. A világban 9%-ban a túlbeteg, vagy a túl elfoglalt emberek visznek véghez nagy dolgokat. Tehát, hogyha most neked sok dolgod van, akkor nagyon jó helyen vagy. Mert te fogod a magyarországi forever-t kiforgatni a saját maga kerekéből. Én nagyon-nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy miért lesz a magyarországi forever más, mint az összes többi. Tőled, aki folyamatosan tanulsz, aki folyamatosan fejlődni kíván, aki folyamatosan azon gondolkodik, hogy hogyan tudná megreformálni a saját üzletét, aki folyamatosan attól válik nagyjá, hogy nagy tud maradni. Érted ezt az összefüggést? Mert én először nem értettem. Attól, hogy te fejlődőképes vagy, és egy lapáttal még mindig magadra tudsz pakolni egy-egy tudást, attól válsz te nagyjá. Figyelj, vannak olyan szóring igazgatók, akik nem voltak meg ígülök, de napi szinten tanulsz tőle. Például a Tóth Sanyi. Én napi szinten tanulok mind a mai napig a Tóth Sanyitól. És vannak olyan emberek, akik átmerik adni a stafétabotot, akik vezetőket képeznek. A Haiméknak nézd meg a csoportját. Nagyra nőttek. Átmerik adni a stafétabotot. És vezetőket mernek képezni. Mert nem csak követőket kell képezned. Magyarul ne csak királyságot építs, hanem képezd vezetőket, akiknek odaadod azt a tudást, amitől ő tovább tudja vinni a csoportját. Az előbb arról beszélgettünk a Mikivel, hogy hát itt most csak ennyi ember, csak, mondta Miki, ennyi ember van. És akkor mondtam neki, hogy te Miki, nem zavar téged, hogy még ezen kívül 3 rendezvény van a csoportodban az országban? És ugyanezt nem így, de hogy nekem csak 2. Tőlem függetlenül. És tudod, az a lényege ennek az üzletnek, hogy tőled függetlenül is tudjon működni. Ezért fogsz dolgozni, és a jogdíj típusú jövedelem erről szól. Az én szponzoromat nem ismeri senki. Persze, hogy nem ismeri, mert egyszer nem volt fönn a színpadon. Jó, egyszer volt. Őt Juhász Lászlónak hívják. Csalgótarjánban lakik, és mind a mai napig halvány gőze sincs arról, hogy mit építettünk alatta. Gőze sincs róla. És tudod, az a lényeg, hogy te tudod, hogy milyen irányba akarsz haladni, és hogy milyen irányba mész, és hogy miért úgy mész, és hogy kibe kapaszkodsz bele. Ki lesz az az ember,
aki neked a töltést, az energiát, a szeretetet, a megbecsülést fogja adni. Mert hogy ez az üzlet attól lesz nagy, hogyha az erősségeinkre koncentrálunk. Hogy mi a te erősséged, azt te tudod. A gyengeséged meg tökre nem számít. Szponzoráld be a gyengeségedet. A gyengeséged, majd akkor foglalkozunk vele, amikor már megfelelően erősek leszünk. Tudod, ha így kategorizálni lehetne a vezetőket, akkor én mondjuk 1-től 5-ig beskatujázod magad valamelyik helyre. Mondjuk 3-asra. Te nem fogod vonzani az 5-ös kategóriájú embereket. A 3-asat, a 2-eset, meg az 1-eset. De ha te képzed magad, és te 5-ös kategóriájú embernek tartod magad, vezetőnek tartod magad, akkor te be fogod tudni vonzani az 5-öst, a 4-est, a 3-ast, a 2-est, az 1-es meg nem kell. De ez csak tőled függ. Én folyamatosan töltöm magam, én folyamatosan odafigyelek arra, hogy mit teszek bele a fejembe. Nézzük meg, hogy lendületteremtő vagy, vagy nem. Mik azok, amik a te lendületedet előre viszik? Neked lendületet ad az üzletedbe. Először is a magas munkaerkölcs. Mit jelent ez? Csak etikus dolgokkal foglalkozol. Olyan dolgokkal foglalkozol, ami téged előre visz, a negatív dolgokat meg félre söpröd. Arra neked nincs szükséged. A gyors reakció. Tehát, hogyha van offline, meg van online, akkor mind a kettőt lehet használni. Ezt jelenti a gyors reakció. Amikor alkalmazkodsz az üzlethez. 18 évvel ezelőtt másképpen építettünk üzletet, mint ahogy most. Most ott a Skype, most megbeszélem a székesfehérvári csoporttal Skype-on, és nem pedig lemegyek. Mert spórolok a benzinben, spórolok az időben. Pécs olyan nagyon messze van. Inkább Skype-olunk. Aztán szenvedély. Nem tudom, te mennyire vagy szenvedélyes, mennyire szereted szenvedéllyel építeni az üzletedet. Nem tudom, mennyire, tudod, ez az életemet és véremet a foreverért, tehát hogy én nekem már vérembe is forever folyik. És tudod, nagyon furcsa az, amikor egy új emberrel találkozom, és nem öntöm a nyakába a forevert, hanem ő kezdi el kicsipegetni belőlem. De ugyanakkor érzi és tudja, hogy életemet és véremet a foreverért. Aztán a változás, a növekedés. A nőni az annyit jelent, amiről eddig beszéltem, hogy folyamatosan tanulj, folyamatosan fejlődj, és csak rajtad múlik a sikered. A változás, a háláról is volt szó. Én hálás vagyok a Mikinek, hálás vagyok a Vágási Arankáéknak, hálás vagyok a Gergely Zsófinak, a Bet Zoliéknak, ők az én felső vonalam, a Szabó Józsinak, a Rolf Kipnek, és hálás vagyok Rexmondnak, és eznek az egész cégnek azért, mert azzá lehettem, ami most vagyok. És nem engedély kellett hozzá, hanem változás. Felkészülés. Hogyan készülsz fel egy napra? A tuninggal. Én csak tuningnak nevezem azt, amikor berakom a fejembe a pozitív anyagokat, és elkezdem hallgatni, és teljesen másképp megyek neki annak a napnak. Teljesen más légkörben érzem saját magamat. És nem hagyom, hogy bárki, akár munkatársam, akár bárki megfertőzze az én gondolatvilágomat. Tudod, hogy csinálom? Elkezdi mondani, majd azt mondom, hogy oké, köszönöm, és kinyomom a telefont. És nem vagyok hajlandó nyafogással időt tölteni, mert az engem lehúz. És most tanultam meg Isten igazából azt, hogy nem foglalkozunk azzal a dologgal, ami negatív. Eddig is elmondtam, de nem csináltam. De most már csinálom is. Válj vezetővé, válj a saját életed vezetőjévé, és amikor a saját életedet vezetni tudod, onnantól kezdve vezetni fogod tudni a saját csoportodat is, na meg a családodat is. Ha te családilag rendben vagy, és családilag tudod a családodat vezetni, akkor 1000%, hogy a csapatodat is tudod vezetni. És ez az üzlet köldök alatti energiákkal nem működik, csak köldök feletti energiákkal működik. Aztán kinek miért vagy hálás? Írd össze! Kezd ezzel a napodat. Lehet, hogy egyik nap másik, harmadik nap meg harmadik dolog miatt leszel hálás. Írd le 100 dolgot, hogy miben vagy jó ebben az üzletben, és biztos vagyok benne, hogy meg fog erősíteni.
Nézd meg azt, hogy a csoportodból, vagy egyáltalán kit dicsérnél meg. Adj dicséretet, és ismerd el azokat az embereket, akiket megdicsérsz, azok naggyá válnak. És akiket elismersz, azok az emberek jobban odafigyelnek rád, és jobban el fogják fogadni a te tanácsaidat. Vegyen új lendületet az üzleted. Figyelj, el is temethettem volna magamat azzal, hogy nem lett meg az ígül. Na puf neki, GPS, újra tervezzük. És az egész életem erre jellemző. Amikor beborulok, akkor utána két napig vagy egy napig így magamba zuhanok, de legtöbb esetben most már nagyon ügyes vagyok, mert két óra alatt fölrántom magam. Jó, kibőgöm magam, és utána következő alkalommal meg már jót nevetek. De hogy minél többet keresel a Foreverben, ez az időszak neked annál rövidebb lesz. A világ a példától fog változni, és nem pedig a véleményektől. A te világod az, amitől a Forever is változni fog. És az enyémtől, és a vezetőkétől, és főleg tőled. Dagály minden hajót felemel, azt kívánom, hogy érd el azokat az álmokat, célokat, amiket te kitűztél magadnak. Fogd meg a szponzorod kezét, ne engedd el, vagy a mentorod kezét, teljesen mindegy, akivel dolgozol napi szinten. Ne engedd el, és nőjetek minél nagyobbra, hiszen a dagály minden hajót felemel. Köszönöm szépen!